1944. július 9-én érkeztek meg azok a vonatok Auschwitzba, melyek a Tolna megyéből származó zsidókat vitték a haláltáborba. A dokumentumok szerint közel 600 Tolna megyei áldozata volt a holokausztnak. Rájuk emlékeztek a művészetek házában. Ácsezső polgármester arról szólt, minden nap megmérettetnek a tetteink, és 75 évvel ezelőtt ezek a tettek könnyűnek találtattak. Szekszár talán az egyetlen magyar város volt, ahol a városvezetés ellenállt, az akkori polgármester, Bender István hatalmas kockázatot vállalva sem volt hajlandó végrehajtani a gesztó létesítéséről szóló utasítást. Sajnos mindez nem menthette meg azt a 600 szekszárdi és környékbeli polgártársunkat, javarészt időseket, nőket és gyerekeket, akik az auschwitzi és más haláltáborokból máshol nem térhettek haza. Ez egy olyan üzenet, amely azt gondolom 2019-ben legalább ilyen erősen szól, hogy ha összetartunk és eltekintünk attól, hogy az az ideológia, amikor annak idején a holokausztot okozta, egy magukat mások fölé helyező ideológia volt, és ezt mi elutasítjuk teljes egészében, akkor azt gondolom, hogy meghallottuk annak idején polgármester úr Bender István üzenetét. Petrovics Péter rabbi arról szólt, bár megbocsájtani a bűnösöknek lehet, de soha nem szabad elfelejteni a 75 évvel ezelőtt történteket, mert a világ ma sem áll messze a hasonló eszmék megerősödésétől. Bármikor újra bekövetkezhet, pláne a sajnos a mai világ ezt tudomásul kell venni, hogy ez nagyon nyitott erre a dologra. Tehát vannak olyan erők, akik úgy ezt végig akarják csinálni, újra meg akarják valósítani, tehát nem lehet rajta túllépni. Beszélni kell róla, megemlékezni kell erről az eseményről, és pontosan azért, hogy soha többet ne történhessen meg. Az ünnepség résztvevői a megemlékezés világaival róták le tiszteletüket az egykori zsinagóga épülete előtt álló emlékműnél.